Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Bizonyára azért veszik igénybe a mostani bemutató előadást, mert valamilyen szintű érdeklődésük van arra, amit mi csinálunk. Hát nézzük meg, hogy igazából mit is csinálunk. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé a világ halad. Oké, tehát nem vagyunk elégedettek? Az jó. Mert ugyanis az ember úgy működik, hogy ha valamivel nem elégedett, akkor lehet, hogy szokott tenni az ellen, hogy az elégedettsége nőjön. Ön mit szeretne a hátra lévő életében? Elérni a vágyait, vagy elveszíteni? Ki az, aki elérni szeretné a vágyait? Oké, köszönöm. Nyertesek közé akar tartozni, vagy a vesztesek közé? Ki az, aki a nyerteseket választaná? Inkább, hogy azok közé tartoznak. Köszönöm. Családjával tölteni inkább az időt, vagy a főnökével? Ki az, aki inkább a családjával? Köszönöm szépen. Készpénzre vásárolna meg bármit, amire vágyik, vagy adósságcsapdába kerülne? Melyiket választaná inkább? Elsőt, vagy a másodikot? Elsőt? Gyerekeire költeni inkább a pénzét, vagy gyógyszer? Ki az, aki a gyógyszerre szeretné költeni a pénzét? Senki? Elégedett nyugdíjasként élni majd az életét, vagy ha már ott tart, akkor úgy? Vagy ingyen konyhán sorban állni. Elégedett nyugdíjast kiválasztja inkább. Nagyon jó. Unokáival önfeledten játszani, vagy majd orvosi rendelőben várakozni. Melyiket választaná inkább? Elsőt, vagy a másodikat? Az unokát? Oké. No, hát a PPA az egyetlen szervezet, ahol ezeket biztosan elérheti bárki. Tapasztalatom szerint ahhoz, hogy az ember az életben eredményeket érjen el, tudásra van szükség. Tehát ha valamilyen területen eredményt szeretne az ember, akkor tudásra van szükség. És ha visszanézünk ezekre a dolgokra itt, hoppá, és hova lett, itt van, akkor ha az ember jól műveli az életét, tehát jól bánik az élethelyzeteivel mondjuk, akkor ezeket meg lehet csinálni. És mi egy olyan szervezet vagyunk, amely 24 éves szervezet, úgy hívják, hogy PPH, Problem Prevention Holding, ezt mutatom is, magyar szervezet, egyedülállóan 4 különböző területen lettünk piacvezetők, és ezeknek a tapasztalati alapján tesszük a dolgunkat. Egyébként egy olyan új és teljesen egyedülálló lehetőséget nyújtunk, amely nagyon nagy hiányt tölt be az emberiség életében. Milyen hiányt? Hát igazából az emberiség elől eltitkolták a tudást. Tehát van egy hatalmas mennyiségű tudás avval kapcsolatban, hogy az ember és az élet hogy működik. És ez az emberiség elől évszázadok, évezredek óta el van titkolva. Tehát igazából az emberiség tudatlanságba van tartva. Azért, mert egy tudatlan embert nagyon könnyű manipulálni, nagyon könnyű idomítani. És gyakorlatilag már nem is azt lehetne mondani, hogy manipulálják az embereket, hanem idomítják az embereket. Tehát egy jól beidomított lény, az például a idézőjelben gazdáival szemben nem lázad föl, nem? Hát nézze meg, amit tudom én, a kutya, amelyik elfogadja a gazdáját falkavezérré, vagy falkavezérként, az nem fogja a saját gazdáját megtámadni, vagy a saját kenyéradóját megtámadni.
Tehát például a kutya nem tudja, hogy neki lehetne jobb is, vagy jobb gazdája. De az embereknél is elérik azt, hogy azt gondolják azt, hogy ennek így kell lenni, vagy a sors mérte rá, vagy a jó Isten, vagy valami rámérte, hogy az embereknek így kell élniük az életüket, ahogy élnek. Hát, hogy van egy kis lakásocska, egy kis autócska, kis nyaralásocskák vannak, van egy kis fizetésecske, amiből meg lehet élni, és akkor az emberek el vannak, mint a befőtt, azt hiszik, hogy ez van. Bár a tévében látják azt, hogy lehet gazdaggá válni, lehetne más élet, de hát azok ugye más emberek, hát én arra úgyse vagyok képes, stb. 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 Tehát az embereknek szépen elveszik a jövőképbe vetett hitüket, elveszik a képességeiket, elveszik azt, hogy higgyenek abban, hogy sokkal többre képesek, mint amit gondolnak, stb. Stb. Na szóval a lényeg az, hogy mi azzal foglalkozunk, hogy hogy segítségünkkel az emberek képesekké váljanak megteremteni azt, hogy kikerülhessenek a mókuskerékből, és szeretetteljes, szabad, békés, boldog életet élhessenek. Tehát azok az emberek mókuskerékben élnek, akik nem akkor kelnek, amikor akarnak, nem akkor fekszenek, amikor akarnak, nem akkor dolgoznak, amikor akarnak, nem akkor mennek pihenni, amikor akarnak, nem akkor mennek nyaralni, amikor akarnak. A legtöbb ember nem azt csinálja, amit akar. Nyilván kereteken belül csinálja azt az ember, amit akar, hiszen az tisztesség, a becsület, az etika, az erkölt szabályain belül csinálja az ember azt, amit akar, de azon belül az ember azt csinálja, amit akar. Na hát nézzék meg, hogy az emberek azt csinálják, amit akarnak. Hát gyakorlatilag azt csinálják, amik a lehetőségeik, nem? De hát a lehetőségeit ki korlátozza? Hát nem az ember saját maga, véletlenül. Tehát az emberrel csak el kell hitetni, hogy milyen lehetőségei vannak, és akkor az ember bekorlátozza önmagát. Ez ilyen egyszerű. Hát nem kell, mit tudom én, vasfegyelemmel bekorlátozni az embereket. Nem kell hozzá fegyver, hogy korlátozzák az embereket. Az embereknek csak el kell hitetni az, hogy mik a korlátok, és akkor az emberek elhiszik, és bekorlátozzák önmagukat. Ez ilyen egyszerű. Csak az emberek ezt nem ismerik, hogy ez így van. Tehát egy ember sokkal, de sokkal többre képes, mint amit hisz magáról, vagy gondol magáról. Tehát ő nem tudom, hogy mennyi gondol magáról, hogy ő mire képes, de hogy annál sokkal többre képes, az olyan biztos, mint hogy itt én erről beszélek. Lassan mindenkinek be kellene látnia, hogy itt a 21. század felgyorsult világában csak az élhet tartósan boldog életet, aki képes a következőkre. Például az élethelyzeteit helyesen kezelni. Sok olyan embert ismer, aki az élethelyzeteit helyesen kezeli? Biztos, hogy nem. És vajon fontos, hogy az ember az élethelyzeteit helyesen kezelje? Hogy ne lenne fontos? A problémáit megelőzze, illetve megoldja. Fontos, hogy az ember megelőzze, illetve megoldja a problémáit? Vajon másoknak is fontos? Lenne. És sok olyan embert ismer, aki képes arra, hogy megelőzze, illetve megoldja a problémáit? Hát gondolja végig. Hát hogyha ön úgy gondolja, hogy fontos az életben, mondjuk, hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje, az is fontos, hogy a problémáit megelőzze, illetve megoldja. És az embereknek ez fontos. Akkor miért nem csinálják ezt az emberek? Hát mert nem tudják, hogy van ilyen tudás, nem? Meg nem tudják, hogy ezt lehet megcsinálni. Nem így van? Na most akkor ezt végig gondolja. Az emberek nem tudják, hogy van tudás.
közben itt van egy forrás, mi vagyunk a forrás az élet és az ember ismeretéhez. És akkor így megtartjuk ezt magunknak. És akkor önnek ez fölvállalja ennek a felelősséget? Hogy úgy magába tartsa. Tehát az emberek nem tudják az élet és az, tehát az élethelyzeteiket nem tudják sikeresen kezelni, nem tudják a problémáikat megelőzni. És akkor itt van erre tudás. És akkor ön fölvállalja a felelősséget, hogy magában tartja, hogy van itt egy ilyen tudás. És akkor ennek vajon nem lesz következménye? Csak úgy kérdezem. Jó kérdés, nem? De hát ez már az önfelelőssége, nem az enyém. Én teszem a dolgomat. Nekem az a dolgom, hogy minél több ember megtudja, hogy van itt egy forrás, van itt egy hely, ahol az emberek megtudhatják az élet és az ember ismeretével kapcsolatosan mindent, ami ahhoz kell, hogy sikeresen kezelje az ember ezeket a dolgokat. Tehát mi azért vagyunk, hogy az emberiség megtudja, de ha ezt mi megtartjuk magunkba, és lehet bármilyen találmány a Földön, bármilyen jó találmány, a világ megváltó találmány, ha nem csinálnak neki reklámot, akkor az a találmány az úgy el fog laposodni, mint a húzat. És itt lehetősége van minden tanulónak arra, hogy csináljon annak a reklámot, hogy ő itt tanul egy olyan helyen, ahol megkapja azt a tudást az ember, és azokat a lehetőségeket, ami ahhoz kell, hogy az ember képessé váljon az élethelyzeteit helyesen kezelni, a problémáit megelőzni, illetve ha esetleg keletkeznek, akkor megoldani, a célokat megvalósítani. Arra, hogy képes legyen az ember szeretetben, békében és boldogságban élni. És ahhoz képest ugye elég kevesen csinálják azt, hogy szólnak embereknek, hogy itt van egy hely, van egy forrás, egy olyan hely, ami azt a tudást adja át az embereknek, amit ezer éveken keresztül direkt azért titkolták el, hogy az ember tudatlan legyen, hogy rabszolgaként élhessenek az emberek, ilyen modernkori rabszolga. Tehát ha megnézzük, a mostani alkalmazott vagy a római korban lévő rabszolga közt nem sok különbség van. Nem sok különbség. Sőt, még lehet, hogy azt lehet mondani, hogy a római kori rabszolgának még jobb sora volt, mert szállást és kaját is kapott. Na most ön kap a munkaadójától szállást meg kaját? Vagy ha nyugdíjas, akkor kap az államtól szállást meg kaját? Nem hiszem. Szóval a lényeg az, hogy gondolkozzunk. Az is fontos, hogy segítünk az embereknek arra, hogy képesekké váljanak a céljaikat megvalósítani. De azon túlmenően arra is, hogy elég pénzt teremtsenek. Hát vajon fontos, hogy az ember elég pénzt teremtsen? Tehát mai világban. És az, hogy ezekhez másokat is hozzásegítsen. Hát az is elég fontos lenne. PPA-nak van két szolgáltatása. Van egy akadémiánk, úgy hívják, hogy Nyílt Akadémia, amely egy eddig nem terjesztett eltitkolt tudást és teremtő képességeket, valamint ember és életjobbító coach hivatást nyújt. Mi az a coach hivatás? A coach képes arra, hogy valakiből kihozza a legjobbat és a legtöbbet. Elég érdekes coach lenne az, hogyha valaki másokból ki tudná hozni a legtöbbet meg a legjobbat, de magából nem. Tehát megnézik az edzőket a sportban. Egy jó edző, aki a sportolókból kihozza a legjobbat és a legtöbbet, ő sem jár rosszul. Nem? Tehát ha az a sportoló sikeres,
akiből kihozza a legjobbat, meg a legtöbbet, akkor ő is, mint edző, sikeres. Nem? Na ugyanez a coach. A coach képes másokból kihozni a legjobbat és a legtöbbet. De képes arra is, hogy magából kihozza a legjobbat és a legtöbbet. A PPA-nak van egy közvetlen díjmentes szolgáltatása is, az egyedülállóan kiemelkedő azonnali havi pénzteremtés. Tehát ön most csinál valamit, van önnek egy valahonnan származó bevétele, jövedelme, nem tudom. Na most, nem tudom, hogy jó lenne esetleg, hogyha lenne több pénze. Tehát itt pont ugye nekünk az a küldetésünk, hogy eljutassuk az emberek számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami által az emberek képesekké válnak arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Na most, ha ön a saját ismerőseinek szól, mindegy, hogy szóban vagy interneten, arról, hogy itt van egy hely, ahol elsajátíthatsz olyan tudást, nyilván nem ezt fogja mondani, hanem pontás módszerekkel, de ez a lényege. Ahol az élethelyzeteidet helyesen tudod kezelni, és mondjuk a problémáidat meg tudod előzni, hogy ne legyenek problémáid. Vagy ha vannak, akkor meg tudod oldani a problémáid. Meg is lehet kérdezni tőle, hogy milyen problémáid vannak. Na erre itt van megoldás. És ha szól az ismerőseinek, hogy itt vannak megoldások, akkor mi fog történni? Önnek azonnali jövedelme keletkezik ebből. Amit vagy letanul majd, vagy jövedelemként felveszi. Oké, és mennyi lehet ez a jövedelem? Hát több, mint amit ön most el tud képzelni. Jó? Lehet, hogy önnek elég széleskörű a fantáziája, elég magas szintű, de én tudom azt, hogy ez annál több. Jó? Hát eleve ahhoz, hogy... Na nézzük, mindjárt majd mondom. Itt a küldetésnél, ugye erről az imént már beszéltem, de ugye a feladatunk az, hogy elhozzuk a bolygónk számára az aranykort. Az aranykor az azt jelenteni, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek, ahol nincs marakodás, nincs cívódás, nincs veszekedés, nincs problémázás. Az emberek boldogan és békésen élik az életüket, és teszik a dolgukat természetesen. Na most, ahhoz, hogy aranykor legyen, ahhoz kell 280 millió olyan ember, aki eljuttatja az emberek számára a tudást. Ha ön számolgat, ez a 280 millió ember, ez legalább itt éveken keresztül tanul. Tehát éveken keresztül. Annak van egy tandíja. És annak a tandíjnak a 70%-a az szét van osztva azok közt az emberek között, illetve 72%-a azok közt az emberek közt, akik ezt a szervezést végzik. Azért mondtam, hogy ez az összeg sokkal nagyobb annál, mint amit ön el tud képzelni. És csak arról beszélek, akik képesekké válnak, 280 millió ember, aki képessé válik arra, hogy átadja a tudást másoknak. Az csak akkor válik valaki képessé, ha tényleg elkezdi átadni másoknak a tudást. Hogy? Úgyhogy lesz egy csapata az ő által szervezve. Tehát saját maga által szervezve. És akkor szépen kezdi átadni azt a tudást, amire azoknak szükségük van, illetve amit ön már tud. Jó? Nézzük tovább. Beváltani azt a jóslatot, miszerint ez idő tájt a Kárpát-medencéből indul el a szeretet és a béke, a boldogság tudása. Nem tudom, tudják-e, hogy Magyarország a halandóság tekintetében Európa első.
éppen ez egy friss statisztika. Tehát ez egy friss statisztika. Most hallottam talán két napja, vagy három napja, hogy halandóságban legelsők vagyunk. Tehát százalékosan legelsők. Európában. Király. Miért? Azért, mert Magyarországon kellene, illetve Kárpát-medencében, és azon belül elsősorban Magyarországon kellene az aranykort létrehozni elsőre. És ez úgy működik, hogy akinek esélye sincs, hogy bekerüljön az aranykorba, az hamarosan meghal. Mindegy, hogy hány éves. Jó? Tehát mondom, akinek esélye sincs arra, hogy bekerüljön az aranykorba, az hamarosan meg fog halni. Idő előtt fog meghalni, tehát sokkal hamarabb, mint amire számít. Jó, ezt előre mondom. Na és ennek a szele már elindult. A vihara még csak közeledik, de a szele már elindult. Tehát ugye annak a népnek, amelynek az a küldetése, hogy egy magasabb rendű tudást juttasson el az emberiség számára, és nem teszi a dolgát, az vessen magára, de azokkal az emberek kivételével, akik teszik a dolgukat. Milyen egyszerű a dolog. Tehát ez úgy van, hogyha valakinek a küldetése olyan szintű, mert ugye mindig a küldetéséhez rendezik a képességeket az embereknél, és ezáltal a képességei is olyan szintűek, és ő nem teszi a dolgát, akkor én nem szeretnék az ő bőrébe lenni. Tehát én jó képességű ember vagyok, és olyan küldetésem van, ami a legmagasabb szintű, és tudom, hogy ez hogy működik. Tehát pontosan tudom, hogy hogy működik, hogy egy kicsit is az ember nem azt csinálja, amit csinálnia kellene, rögtön kapja a problémákat. Na most ez nem csak egy egyénre érvényes. Drága kedves testvéreim vagy barátaim, mindenkire érvényes. A népre is érvényes. A népre is. Ennek a népnek pedig 7000 éve az a küldetése, hogy egy magasabb rendű tudást juttasson el az emberiség számára, és ezt még nem tette meg maradéktalanul. És addig nem lehet ezt a tudást, vagyis ezt a küldetést letenni, amíg nincs beteljesítve. Ilyen egyszerű. Ja, úgyhogy jó lenne, hogyha elvinnék az embereknek a hírt, akit szeretnének megmenteni. Jó? Csak azokat. Akit nem szeretne megmenteni, oda nem kell elvinni a hírt, mert az szépen idő előtt meghal. Jó? Ilyen egyszerű. És ezt kellene komolyan venni, tehát nem véletlen az, hogy már Európa elsők vagyunk halandóságban. De én egy ideje már beszélek erről. És érdekes mód, a statisztika már követi azt, amiről elkezdtem évekkel ezelőtt beszélni. Na jó, haladjunk tovább. A Nyílt Akadémiának is két szolgáltatása van, és amiket a lehető legkedvezőbb feltételek mellett nyújt. Van tehát a tudatosságfejlesztő rendezvényünk, ez egyébként az első rész, ez díjmentes. A második egy teljesen új szakterület, ember és életjobbító coach hivatás. És ezeknek a rendszeres képzése. Hát ez nem díjmentes. A Nyílt Akadémia coach képzése által és a vezetők segítségével egyedülállóan megtanul helyesen bánni önmagával, párjával, gyerekével, szüleivel, másokkal, munkájával, a pénzzel, a környezetével, és hatóságokkal, és az életével, illetve a teremtőjével. Ez 10 terület. Vajon fontos, hogy az ember ezekkel helyesen bánjon? Ki szerint fontos? És ön szerint másoknak is fontos lehet? Hát ha itt mindnyájunknak fontos, akkor másoknak is?
És szólunk nekik akkor? Jó kérdés, nem? De ez már olyan macerás, nem, hogy másoknak szóljuk. A Nyílt Akadémia egyedülálló coach képzései és a PPA képessé teszik az embereket arra, hogy szeretetben gazdag életet élhessenek, ne legyenek betegek és jól érezzék magukat, sokkal többre legyenek képesek és ezáltal több elismerésben részesüljenek, szabad életet élhessenek, világ, elég pénzt tudjanak teremteni, és tudatos, békés, boldog életet élhessenek. Na vajon ez fontos az embereknek? Tehát nekünk fontos? Kinek fontos itt a teremben ez? És ki gondolja úgy, hogy másoknak is fontos ez? No. Hát ha azt gondoljuk, hogy mindnyájan, hogy nekünk fontos, és azt is gondoljuk, hogy másoknak is fontos, akkor szóljunk neki. Jó? Ilyen egyszerű. Tegyünk föl egy pár kérdést, van erre módszerű, és megvan oldva a kérdés. Nyilván olyan embereknek, aki szimpatikus az ön számára, aki nem szimpatikus, ezt hagyja békén a sorsára. Ennyi. Azt majd elrendezik a odaföntről. Többek közt egyedülállóan mit nyújtanak önnek a Nyílt Akadémia coach képzései? A világ egyik legtisztességesebb és legjobban jövedelmező ember és életjobbító humán hivatását, illetve életpályáját. Tehát több jövedelmet jelent a coach szakterület, mint bármilyen olyan tevékenység, ami, aki az emberekkel foglalkozik. Tehát jobban jövedelmező a coach tevékenység, mint bármilyen más tevékenység, ami milyen szakma, bármilyen más szakma, ami az emberekkel foglalkozik közvetlenül. A lehető legkedvezőbb feltételekkel nyújtjuk a tudást és a képességeket, tehát átadó képzéseinket. Ez azt jelenti, hogy nálunk a képzések óradíja az 300 forint óránként, az első hónapban ettől eltérő, akkor 600 forint. Ön nem fog találni 3000 forint alatt coach képzéseket óránként. Nem csak Magyarországon, nem, átszámítva más valutára vagy pénzre sem. Egyedülállóan 24 coach területre, tehát nincs más olyan szervezet, amely 24 coach területre ad tudást és bizonyítványt. Általános coach diplomát kap. A rendezvényeket személyesen igénybe veti a helyszínen, ami a legjobb, mert ott ugye a jobb és kész. Na. Vagy interneten keresztül élőben felvételről is igénybe tudja venni. Nincs más coachképzés, hogy személyesen is, meg élőben az interneten keresztül és felvételről is. Tehát ilyen nincs máshol. Életre szóló közösség, tanítás és fejlődés lehetőségét nyújtjuk. Tehát egy életre szóló tanulás lehetőségét nyújtjuk. Nem két évre, hanem egy életre szólót. A Nyílt Akadémia által nyújtott ember és életjobbító coach az egyetlen hivatás a világon, amit ha valaki csak tanult, de nem végez, akkor is rendbe teheti vele az élete minden területét. Ezek nem nagy szavak, hanem tények. Kitől érdemes manapság tanulni, amikor félreinformálás korszakát éljük? És mit jelent ez a félreinformálás? Ez azt jelenti, hogy sokak olyan helyről merítik a tudást, amit már 67 ezerszer átírtak. Szó szerint. Például nem tudják, hogy, nem tudom, tudják, hogy ezek a személyiségfejlesztő könyvek, ezek hogy születtek? Tudom, megírta valaki annak idején az elsőt, akkor valaki elolvasta és azt mondta, hogy ó, hát ez egy milyen jó ötlet, én is írok könyvet, és akkor onnan felhasználva a dolgokat írt egy következőt, hozzátéve a saját gondolatait is teljesen. Természetesen.
És akkor legtöbb könyv, az nem legtöbb, hanem gyakorlatilag mindegyik ilyen típusú könyv, az gyakorlatilag erről szól. Na, ezért nem fogok én könyvet írni. Nekem arra nincs időm, hogy leüljek és könyvet írjak. Nekem az emberekkel kell foglalkozni, nem írogatni. Na, szóval a lényeg az, hogy tanuljon a Nyílt Akadémia és a négyszeres piacvezető PPH alapítójától a legnagyobb tudású és tapasztalatú probléma megoldó mesterkóstól, a boldogság specialistától, a tiszta forrástól. Ugye furcsa, hogy most magamról beszélek, de hát ha egyszer én vagyok az előadó, akkor, és ez benne van az anyagban, akkor most mit csináljak? Jó, tehát tanuljon Szedlacsik Miklóstól, mi az, hogy tiszta forrás? Hát van nekem egy olyan kapcsolatom, egy égi kapcsolatom, ahonnan mondhatom egy isteni kapcsolatom, onnan közvetlenül kapom a forrásból a tudást, mint például Jézust kapta. Ezek nem dicséretek egyébként, hanem tények. Nézzük a mai hír témánkat, tudja valaki? Nem úgy mennek a dolgaid, ahogy szeretnéd. Aha, nem úgy mennek a dolgaid, ahogy szeretnéd. Vannak ilyenek, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnéd? Hm? Azért előfordul az életben? Aha. És ilyenkor mit szokott tenni? Berág. Berág az ember? És akkor még úgy, ne, még úgy sem megy. Berág az ember, és akkor még úgy sem megy. Az is jó, a stresszelés. Az is nagyon jó, csak akkor még úgy sem megy. Tehát az is a megoldás, az is abban a megoldás körbe tartozik, hogy még úgy sem megy. Hát akkor mi a megoldás? Tehát, hogy az ember szeretné, hogy a dolgai úgy menjenek, ahogy ő szeretné, először is ön hogyan gondolkodik? Meg kellene nézni a fejében a gondolatokat. Hát az ember onnantól, hogy felébred, nyilván azért, mert előtte is vannak gondolatok, csak arra nem biztos, hogy emlékszünk. Mert ugye alvás közben is gondolkodunk, csak akkor nem biztos, hogy emlékszünk rá. Hát azok, egyébként az álmaink pont azok a gondolatok, amik vannak, csak álmaink nagy részére sem emlékszünk. Tehát az ember, mikor éber állapotban van, akkor nincs olyan pillanat, amikor addig még nem alszik el, valami ne lenne a fejébe. Nem vette észre? Kivétel akkor, hogyha valaki úgy tud meditálni, hogy ki tudja kapcsolni az összes gondolatát, és gyakorlatilag a semmi marad a fejében, az üresség. Na, az a kivétel. De az tanult dolog, az magától nem megy. Ha az ember ilyeneket nem tanul, akkor ott állandó gondolat folyam van. Na most, akkor nézze meg az életében, onnantól kezdve, hogy reggel felébred, és este elalszik, hogy mondjuk a pozitív és negatív gondolatok aránya hogyan alakul a fejében. Hát biztos, hogy ezzel eddig nem foglalkozott, az tuti. Pedig ebben foglalkozni kellene. Ezt hogy tudná megcsinálni? Nem mondom el, jöjjön el a coachképzésre, és majd ott megtudja. Úgyhogy ilyen egyszerű, hogy hogy kell ezt megcsinálni. No, szóval lényeg az, hogy mi tanuljuk azt, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Ugyanis az ember úgy működik, hogy minden pillanatában, amikor gondolatok vannak a fejünkben, azzal teremtünk. Tehát minden pillanatban. Minden gondolatunk az teremtő gondolat. Ezt nem tudják az emberek, ezt mélyen eltitkolták előlük, hogy nehogy véletlenül rájöjjenek arra, hogy a gondolataikat teremtenek, és még jó világot teremtenének maguknak. Képzelje el, az a világhatalmi elit, az mennyire örülne annak, hogyha a befolyása megszűnne az emberekre. Miért? Azért, mert gyakorlatilag az emberek elkezdenének teljesen önálló életet élni, és mondjuk egy forintot nem termelnének, vagy egy megveszekedett dollárt nem termelnének nekik. Még kénytelenek lennének dolgozni.
ők is. Mert külön melyen halnának? Mert most ők abból élnek, hogy itt a világban több száz millió ember, vagy több milliárd ember nekik dolgozik. Nekik dolgozik. Tehát lényeg az, hogy az agyunkkal teremtünk. És azért kellene ugye megnéznie, hogy mik vannak, milyen pozitív vagy negatív gondolatok vannak a fejében, mert hát pozitív vagy negatív dolgokat teremt önmagának. Tehát a jövője az úgy fog alakulni, ahogy most gondolkodik. Mert ha ön cselekszik, előtte kigondolta, hogy mit fog cselekedni. Tehát cselekvés nélkül gondolat nincsen. Nem, fordítva. Gondolat nélkül cselekvés nincsen. Sőt, ha ön kimond egy szót, azt megelőzi egy gondolat. Olyan nincs, hogy ön olyan szót mondjon ki, amit ön előtte ne gondolt volna ki. Hát különben nem tudná kimondani. Ön nem tud úgy se gondolkodni tehát, se cselekedni nem tud, hogy előtte nem gondolta volna azt. Azt ne futott volna át az agyán az a gondolat, ami megelőzte a beszédet vagy a cselekvést. Na most, tehát az ember folyamatosan gondol valamit, az vagy pozitív, vagy negatív. Nyilván a pozitív gondolatoknak és a negatív gondolatoknak különböző mértékű negativitása vagy pozitivitása van, természetesen. Tehát van, hogy egy gondolattal sokkal nagyobb negatív hatást érünk el, vagy pozitív hatást, mint egy másik gondolattal. De az emberek ezt nem tudják. Tehát minden, ami történik velünk a jövőben, tehát önnel történik a jövőben, azt az ön gondolatai idézték elő. Teljes egészében. Bármi fog önnel történni, bármi történt. Felnőtt korban önnel, gyerekkorban ez egy kicsit más tészta, azt is lehet majd itt tanulni nálunk, hogy az hogy működik, de itt felnőtt korban minden, ami önnel történik, az az ön drága gondolatainak a következménye. És hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy ezek a gondolatok ne csak úgy áramoljanak, hát ezt most nem fogom elmondani, hanem ez is majd kulcsképzés témája. No szóval, az a tudás, amit itt kapnak az emberek, az egy olyan csodálatos dolog, hogy az ember megtanulja azt, hogy az történjen a jövőben, amit az ember tényleg szeretne. Ugyanis a gondolatai önnek most azt tükrözik, amit ön szeretne. Ön nem is tudja, hogy ön azt gondolná az ember, hogy nem szeretem, mit tudom én mondjuk valamit nem szeretek, az életben nem szeretnék egy problémát, hogy megjelenjen, de azt a problémát mégis szeretné, mert az ön fejében megjelenik az a gondolat, hogy például ilyen formában, hogy jaj, csak nehogy velem megtörténjen az, és ezért fog pont önnel megtörténni. Amit nem szeretne. Miért? Hát nagyon egyszerű. Mert a gondolata teremt. Tehát ez úgy értse, tehát pontosan azt értse, hogy akármire gondol, jó, azt teremti. Amit ön nem szeretne, és rá gondol, akkor azt teremti. Világos ez? Tehát az, na,
ebben van az, hogy az univerzumban nincs olyan, hogy nem. Nem másban van. Világos ez? Mert itt össze-vissza magyarázzák ezt a nem kérdést. Tehát a gondolatainkban nincs olyan, hogy nem szeretném. A nemet vegyük ki, és marad a szeretném. Világos ez? És bármit ön nem szeretne, olyan nincs, hogy nem. Jó, tehát ezen a gondolatok terén nincs olyan, hogy nem. És azt kezd el teremtődni, amit ön szeretne. Világos ez? A más, a nemmel kapcsolatos más értelmezés az mind téves. Jó? Tehát mit tudom én, például mondták, hogy a gyereknek nem lehet azt mondani, hogy nem. Baromság, jó? Tehát nem ott van ezzel probléma, tehát nem a cselekvéseknél van probléma a nemmel, hanem a teremtésnél van a nemmel probléma. Tehát a teremtésnél nincs olyan szó, hogy nem. Tehát nincs olyan, hogy nem teremtés. Világos ez? Tehát ezért nincs olyan, hogy nem. Mert nincs olyan, hogy nem teremtés. Tehát valami teremtődik, mindig vagy jó teremtődik, vagy rossz teremtődik, vagy kicsit jó teremtődik, vagy nagyon jó, vagy kicsit rossz, vagy nagyon rossz teremtődik, de mindig teremtődik valami. Tehát olyan nincs, hogy valami nem teremtődik. Az is egy teremtődés, hogyha valaminek az állaga romlik, mert akkor éppen megy egy más fajta működésbe az a dolog, vagy az az anyag. Tehát olyan nincs, hogy nem teremtődés. Tehát olyan szó létezik a fizikai valóságban, a fizikai világban, hogy nem, és a fizikai valóságban és a fizikai világban a nemet használjuk, de a nem teremtés olyan nem létezik. Tehát ezáltal a gondolatainknak, mivel teremtő ereje van, ezáltal olyan, hogy nem szeretném, olyan nincs. Oké? Mert a gondolatunkkal azáltal, hogy azt mondtam, hogy szeretném, már teremtettem is. És nem érdekes, hogy előtte van-e nem szó, vagy nincsen. Világos ez? És akkor talán most már elkezdjük érteni ezt a kérdést. Hiába van fönn a kezed, úgysem adok szót. Oké. Okay. Jó, szóval lényeg az, hogy ennyi fért bele ugye ebbe a részbe, és akkor gyorsan itt szaladjunk át még egy-két dolgon. Tartósan boldog élet csak a tudatosság fejlesztésével és az emberek segítésével érhető el. Az igazsághoz vezető úton nincs megtorpanás. Ez az egyetlen út, amelyen teljesen végig kell menned. Ha egyszer rátetted a lábad erre az útra, akkor végig kell menned rajta. Máskülönben mindenféle nehézség és zaklatottság fog a hatalmába keríteni. Egyébként kíváncsi voltam megint, hogy mit fogok kihozni, vagy inkább úgy mondtam, hogy mit fogunk kihozni majd ebből a mai első részből, a téma alapján. Nagyon kíváncsi voltam rá, de megint megkaptam az információt, hogy mit kell ebből kihozni. Nézzük tovább. A Nyílt Akadémián nyújtott hivatással az ember és életjobbító coachként szabad vállalkozást indíthat majd, és fejleszthet egyéneket, illetve cégek dolgozóit. Szabad vállalkozást indíthat, és coachokká képezhet egyéneket. Elhelyezkedhet egy nagy vállalatnál, és coachingolhat dolgozókat. A PPA-nál maradva coachingolhat embereket, ez a leginkább javasolt. Függetlenül attól, hogy melyik országban veszik igénybe a coachképzéseinket, boldog élet lehetőségét nyújtják az egyéneknek, a munkavállalóknak, a vállalkozóknak, a
cégtulajdonosoknak, egy országnak, az emberiségnek nincs még egy szervezet a Földön, amely ilyen széles körben hasznos lenne az emberek számára. Nézzük, mit gyújthat önnek a PPH díjmentesen, eddig volt a nyílt akadémia. Most jön a PPH. Egyedülállóan mások fejlődéséből pénzt profitálhat, ameddig ő itt tanul. Azonnali jövedelmet hozó anyagi függetlenséget ad. Szabad életet eredményező humán tevékenység. Get is kap. Ez mind grátisban kapja, díjmentesen. Él vele, él, nem él, önbaja. Jogdíjszerű passzív jövedelmet nyújtó, örökíthető, szabad, humán PPH üzleti vállalkozást kap. Egy olyan üzletet, amelynek szolgáltatására a legnagyobb szüksége van az embereknek. Egyedülállóan csak a PPH-nál van lehetőség az önáltal szervezett tanulók, továbbá a csoportjába kerülő összes ember tanulásának tandíjából, ameddig ők itt tanulnak, folyamatosan és jelentős mértékben havonta részesedni, illetve elég passzív jövedelmet teremteni. Ez azt jelenti, hogy hoz 3 tanulót, és ön ingyen tanul. PPH a piac legmagasabb jutalékokként a szervezetjei tandíjából visszajutat önnek a teljesítményétől függően 32-től 72%-ig terjedő összeget. A csoportjában lévők tandíjából pedig visszajuttat önnek teljesítményétől függően 4%-tól 36%-ig terjedő összeget. Azonnali jövedelem lehetőségek a PPH-nál például, mondjuk ha hetente hoz egy tanulót, 24 hónap alatt mondjuk 24 tanulót hoz, akkor 1.900.000 forint lesz az összjövedelem, amit a tanulásából ön profitál 2 év alatt. 24 ember is, közül is lesznek olyanok, akik hoznak tanulókat. Ez körülbelül átlag minimum 50 fő lesz. Az további 700.000 forint további jutalékot jelent. Így összesen a 2 év alatt 2,6 millió forint jutaléka lesz, ehhez képest mondjuk kiszámolja a 200.000 forintos 2 év alatti tandíját, hát egy kicsit több. Ez az összeg. A 24 hónap alatt mondjuk a négyszeres eredményt éri el, tehát négyszer annyi tanulót hoz, az 9 millió forint jövedelmet, saját jövedelmet jelent, így van, a tanulók tandíjából. 96 ember körülbelül 500 főt fog hozni, további 500 főt. Legalább. Az további 10 millió forint csoportjutalék. Az összesen tehát 19 millió forint jutalék, négyszeres eredményért 8-szoros jövedelem. Na, ezt csinálja meg egy állásban, ha tudja. A PPA vezetők segítségével képessé válik, így látja, 6-7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet elérni. Ha intenzív a szervezése, én ismerek olyan személyeket itt, akik egy hónap alatt behozták mondjuk itt az egyéves vagy a 2 éves eredményeket. Egy hónap alatt, nem 2 év alatt. A jutalékot a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatja a rendezvényekre, vagy felveheti. Egyébként majd ember és életjobbító coachként óránként 3000-től 35000 forintig terjedő összeget tud majd keresni. Hisszük, hogy a Nyílt Akadémia és a PPH segítségével ön is sikeres, boldog emberré fog válni. Ha tetszik önnek a felkínált lehetőség, akkor várja, ne várja meg, hogy a sors kényszerítse rá a tudásának és a képességeinek gyarapítására. Az előadás után rendezze a Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzésének tandíját, hogy minél előbb hozzájuthasson a tudáshoz. Kezdje el használni a ppa.hu weboldalunkat, vegye fel és tartsa fenn a kapcsolatot a PPH-s vezetőjével, és segítünk abban, hogy az élete minden területén sikeres, boldog ember legyen. Örülök, hogy tájékoztattam önöket erről a korszakalkotó életjobbító megoldásról. Várjuk szeretettel a következő rendezvényünkön, ez 15 perc múlva lesz, akkor tud hozzáférni átcsatlakozás révén, hogyha olyan személy társaságában nézi
az előadást, vagy hallgatja az előadást ott a helyszínen, akinek jogosultsága van a második részhez, tehát a szervezés coach képzéshez, amelyik még jövő hét vasárnapig tart. Most megteheti azt, ha gyorsan rendezi a tandíját, akkor vagy visszamenőleg hozzáfér a teljes hónap eddigi anyagához, vagy pedig a következő hónapban indul a konfliktus feloldó coach-sal, és addig pedig grátisban, élőben igénybe tudja venni a következő három coachképzésünket még. Sok sikert és minden jót kívánok, 15 perc szünet után kezdjük a szervezés coach-sal. Köszönöm a figyelmüket, további szép estét és jó tanulást, viszontlátásra!